Köszöntöm nézőinket, önök a Pannon Televízió híradóját látják, Ragoncs Rita vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Újabb termelőüzemeknek készítenek elő Nyugat-Baranyában. Vörös kód lépett életbe az extrém meleg miatt, be kell fogadni a hajléktalan, bajba jutott embereket. Szállások kiadása és adózási szabályok, a baranyai NAV tájékoztatója az érintetteknek. Kutyák és sok más állatfajta a táborban. Új üzemek, cégek baranyai betelepülését segíti a most megjelent kormányhatározat, amely beruházási célterületté nyilvánít nyugat-baranyai területeket. Itt a jövőben ipari park jöhet létre, ami munkahelyteremtő beruházásoknak ad otthont. Ez az a kormányhatározat, ami Bicsért, Kővágó Töttös és Kővágó Szőlős településekhez tartozó területeket beruházási célterületekké nyilvánít. A Magyar Közlönyben hétfőn este jelent meg a döntésről szóló jogszabály. Folyamatos egyeztetésben, nagyon nagy munkában vagyunk a HIPA-val. A HIPA az a Nemzeti Befektetési Ügynökség, ami a Külügyminisztérium, a Külgazdasági és Külügyminisztériumnak az égisze alatt működik. A HIPA-tól rengeteg tárgyalást kapunk, rengeteg segítséget kapunk, hogy a külföldről befektetési szándékkal érdeklődőként ide érkező cégeknek megmutatják a baranyai térséget. Megmutatják, hogy hol vannak még szabad zónák, és most újabb zóna kialakítását határozta el a kormány. Ezt mondta még szombaton kérdésünkre az országgyűlési képviselő. Hoppel Pétert arról kérdeztük, hogy érkezik-e újabb külföldi ipari befektető Baranyába. Nyugat-Baranyában lesz egy nagyobb ipari zóna, amely a pécsi lehetőségeket is erősíteni fogja. A kormány döntés már meg is született, úgyhogy rövidesen egy komoly ipari területfejlesztés történik meg Pécstől nyugatra, ami felszívhatja az ormánysági munkaerőt, és ami a pécsi lehetőségeket is tovább gyarapíthatja. Úgyhogy a HIPA folyamatos tárgyalásban van velünk is, és a külföldi cégekkel, hogy kik azok az újabb betelepülni kívánkozó világcégek, amelyek erősítik a baranyai gazdaságot. A beruházási célterület minősítés azt jelenti, hogy olyan összközművesített területet alakíthatnak ki utakkal, amelyen egyszerűen felépíthető egy termelőüzem. Így azok a cégek, melyek Baranyában képzelik el termékeik gyártását, gyorsan megvalósíthatják ezt az előkészített ingatlanon. Jelenleg még nem tudni, hogy melyik multicég költözhet ide. Július 13-ától, azaz csütörtöktől augusztus 17-ig két ütemben gázvezeték rekonstrukció zajlik a Nagy Lajos Király útja déli oldalán. A Balcsi csomópontban és környezetében ezért útlezárásokra kerül sor, és a buszok is másképp járnak majd, közölte a Tüke Busz ZRT. Az első ütem július 13-ától július 31-ig tart, ekkor déli irányból nem lehet majd a Balcsi-Zsilinszky utcából jobbra a Nagy Lajos Király útjára fordulni. Ezért a 30Y-os és 932-es járatok Kertváros, illetve az Árkád irányába a főpályaudvar után a Vasút utca, Kálvin utca, Szabadság utca, Nagy Lajos Király útja útvonalon közlekednek. Kimaradó megálló lesz ebben az időszakban a Vásárcsarnok, helyette az Árkád autóbusz állomás megállóban állnak meg a járművek. A 20-as, 41-es, 42-es, 42Y-os és 43-as járatok a Szabadság utcán közlekednek a Nagy Lajos Király útja felé. A következő napokban várható hőség miatt hétfő reggel életbe lépett a vörös kód, ami kötelezővé teszi valamennyi szociális intézmény számára a hajléktalan vagy bajba jutott emberek befogadását. Az időjárási viszonyok miatt hétfő reggel 8 órától szerda este 9 óráig rendelték el a vörös kód kiadatását, ami speciális eljárásrendet jelent. Minden szociális intézménynek meg kell nyitnia a kapuját, ha a regionális diszpécser szolgálat utcán bajba került, magán segíteni nem tudó emberről kap információt. Nem csak a hajléktalan ellátórendszer vesz részt ebben a munkában, hanem a teljes szociális ellátórendszer. Pécsen a Támasz Alapítványnál jártunk. A vörös kód a szociális intézményekre vonatkozó intézkedéseken túl figyelmeztetést jelent a társadalomnak is. Ez azt jelenti, hogy mindenki vigyázzon magára, és ha az utcán bajba került hajléktalan embert lát, akkor jelezze azt a regionális diszpécser szolgálaton keresztül. A Pécsi Támasz Alapítványnál fel vannak készülve a hőség elő menedéket kereső emberek fogadására. Mi tudjuk fogadni a hajléktalan embereket, akik bajban vannak, utcán vannak, nyugodtan bejöhetnek a nappali melegedőkbe, éjjeli menedékhelyeinkre.
Viszont ami nagyon fontos, hogy a közterületeken élő emberek számára az utcai szolgálatok vizet osztanak, és folyamatosan figyelmeztetik őket arra, hogy vonuljanak árnyékba, vagy jöjjenek be intézménybe, mert most tényleg a napon lenni a legveszélyesebb, és nagyon fontos a folyadékpótlás, hogy ne száradjon ki az ember, és hogy ne kerüljön olyan egészségügyi állapotba, ami esetleg kórházi kezelést igényelne. Ez a magas hőmérséklet egyébként is megterheli a szervezetet. Az amúgy is fizikailag leépült emberek számára ez különösen veszélyeztető tényező, tette hozzá a Támasz Alapítvány integrált intézmény vezetője Fonyó József. Ezért egyébként az is nagyon fontos, hogyha a lakosság találkozik hajléktalan emberrel az utcán, és úgy látja, hogy bajban van, és azt látja, hogy nagyon rossz egészségügyi állapotban van, akkor mindenképpen mentőt kell hívni, és a diszpécser szolgálatot akkor kell hívni, amikor nem szorul gyors egészségügyi ellátásra, hanem csak is szociális intézményben való segítésre. Éjjelre és nappalra is van lehetőség az intézménybe bemenni, ahol fürödni és ruhát mosni is lehet. Egy-egy fürdés sokat segíthet az ilyen melegben. A hőség miatt hétfő reggel életbe lépett a vöröskód, ami kötelezővé teszi valamennyi szociális intézmény számára a hajléktalan vagy bajba jutott emberek befogadását. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése alapján a következő napokban rendkívül meleg várható. Az országos tisztifőorvos pedig kiadta a másodfokú hőségriasztást. Nem csak a hajléktalan ellátórendszer részt ebben a munkában, hanem a teljes szociális ellátórendszer is. A hőségriadó szerda este 9 óráig tart. Megnyílt Baksán Baranya vármegye első postapontja. Az önkormányzat épületében kialakított ügyfélszolgálati helyiséget Nagy Csaba országgyűlési képviselő, Őri László vármegyei elnök és Dukai Miklós önkormányzatokért felelős államtitkár adta át hétfőn. Az államtitkár szerint fontos, hogy a településen élők is hozzáférjenek az alapvető közszolgáltatásokhoz. Mint fogalmazott, Baksa jó példája annak, hogy ezek a fejlesztések a kormány és a települések összefogásával megvalósíthatók. Nagy Csaba, térség országgyűlési képviselője emlékeztetett rá, hogy a posta önkormányzati épületbe történő óranyitásával Tóth Gábor polgármester helyieknek tett ígéretének tett eleget. Őri László vármegyei elnök hangsúlyozta, Baksa jó példa arra Baranyában, hogyan kell a fejlesztési lehetőségekkel gazdálkodni. Ennek eredményeként az orvosi rendelőt és a családi napközit korszerűsítették az elmúlt években megyei fejlesztési forrásból, jelenleg pedig a kultúrház energetikai korszerűsítése zajlik. Fizető vendégek fogadása és az ehhez kapcsolódó adózási jogszabályok. Erről beszélt Adópercek című műsorunkban a Baranyai NAV sajtóreferense. Barlai Krisztina kiemelte, hogy nyugta, illetve számlaadási kötelezettségük van a szolgáltatást végzőknek, valamint azt is, hogy meg kell fizetniük a turizmus fejlesztési hozzájárulást a tevékenységük után. A nyári szezonban sokan fogadnak fizető vendégeket ingatlanjaikban. Fizető szálláshely szolgáltatásnak ez akkor számít, ha nem haladja meg a 90 napot személyenként ez a tevékenység, mondja a Baranyai NAV sajtóreferense. Barlai Krisztina tájékoztatott az adófizetési kötelezettségekről is. Az adózó választhatja az adóév egészére a tételes átalányadót. Erre a tevékenységre ez évente szobánként 38.400 forint. Ezt az összeget akkor is meg kell fizetni, hogyha egész évben nem folytatja az adózó ezt a tevékenységet. A tételes általányadót szobánként arányosítva negyed évente kell megfizetni. Nem csak így, hanem más szabályok alapján szintén lehet adózni a fizető szálláshely kiadása után. Akkor az önálló tevékenységre vonatkozó szabályok szerint tud adózni a szállásadó tevékenység után. Ebben az esetben 15% személyi jövedelemadót, 13% szociális hozzájárulási adót kell fizetni, illetve mind a két esetre vonatkozik az idegenforgalmi adó, amelyet az adózó szed be a vendégektől és továbbítja az önkormányzat részére. Fontos, hogy nyugtát, számlát kell adni a vendégnek, mikor távozik a szálláshelyről. Meghatározott bevételig nincs áfa fizetési kötelezettség. 12 millió forintig alanyi mentességet tud választani az adózó, ezt a számlán az AM felirattal tudja jelezni. Hogyha a vendég nem kér számlát, akkor is a nyugtát ki kell bocsátani.
a falusi szálláshelyadó kivételével a nyugta kibocsátását online pénztárgéppel kell teljesíteni. Azonban ha az adózó külföldi közvetítő cég segítségét is igénybe veszi a szálláshelyének kiadásakor, áfa fizetés és bevallási kötelezettsége keletkezik. A sajtóreferens kiemelte, hogy a turizmus fejlesztési hozzájárulás megfizetése szintén kötelezettsége a szállásadóknak. Ennek hatályos mértéke 4%. Érdemes azonban átnézni a szabályozást, mert így derül ki, hogy az adott szállásadóra milyen rendelkezések vonatkoznak. Pozitív eredményekkel zárultak az idei évben kibővített nyári szezonális élelmiszerlánc ellenőrzés során elvégzett strandbüfé ellenőrzések, állapította meg keddi közleményében az Agrárminisztérium. A két hónapig tartó ellenőrzés sorozat első két hetében a strandbüféket ellenőrizték a szakemberek, országosan 241 létesítményt vizsgáltak meg. Az Agrárminisztérium ismertette, a strandbüfék ellenőrzésének fókuszában az éttermek higiéniai állapota, az alapanyagok nyomon követhetősége és kezelése állt. Kiemelt figyelmet kaptak a hűtést igénylő alapanyagok és a megfelelő hűtési kapacitás is. Az ellenőrök figyelemmel kísérték az élelmiszer biztonságot garantáló és a keresztszennyeződést kizáró szakosított tárolást, valamint az elkülönített alapanyag feldolgozás feltételei mellett a dolgozók egészségügyi alkalmassági vizsgálatát is. Állat közelben, így hirdeti táborait a Misina Állatvédő Egyesület Pécs-Somogyon. Telephelyükön a kutyák mellett lovakkal is megismerkedhetnek a gyerekek, de megismerkedhetnek a programok során az állatotthonban élő egyéb állatokkal is. Nem maradhat ki a kecske sétáltatás, nyuszi simogatás vagy a póni sétáltatás sem, mindez a felelős állattartás jegyében a gyerekek okulására. Van olyan táborozó is, aki már 4 éve lovagol, a Misina Természet és Állatvédő Egyesületnél pedig 1 éve. Eposzka nevű lova tartja vonzásban Márton Aliszt is, most azonban nem tudjuk megmutatni, mert éppen fáj a lába és pihenőn van. Alisz addig más lovakkal barátkozik. A gyerekek sok mindent megtanulnak a táborban, többek között azt is, hogyan kell állni, hogy meg ne rúgja a ló, hogyan viselkedjenek az ember legjobb barátjával, hogy szót fogadjon neki. Ha foglalkozunk a lovakkal, megtanulunk, hogy mit kell csinálni velük, hogy mit ne csináljunk velük, meg hogy mi jó nekik, mi nem. Lovaglunk ugye minden egyes nap, illetve le is fürdetjük őket. Közel 30 éve táboroztatnak az Egyesületnél. Jelenleg állatközelben elnevezéssel összevonták a lovas és kutyás táboraikat, mondta Farkas Tamás, az Egyesület elnöke. Azonban az éppen most zajló tábor a szakkörösöknek, a karámkörösöknek szól, ez pedig kifejezetten lovas tábor. Itt arra is hangsúlyt fektetnek, hogy ne csak lovakkal barátkozzanak, hanem a majorság többi állatát is megismerjék, teszi hozzá a vezető. Általában pedig ezek a táborok, ezek próbálnak egy átfogó ismeretet adni a gyerekeknek, megismerkedhetnek a lovakkal, kutyákkal, madarakkal, tehát általában tematikusan végigmegyünk az itt található állatokon, állatfajtákon, állatcsoportokon, sőt, hát ugye a hagyományoknak megfelelően olyan simogatható állatokat is hozunk, mint a különleges állatok bemutatója, ahol most már régi állatbarátainkat várják a gyerekek is, hiszen azért Joda meg Pufim és ezek az állatok azért elmaradhatatlanok most már innen. A nyár folyamán 4 turnust indítottak a Pécs-Somogyi állatmenhelyen. Ezek heti váltásban követik egymást, és 5 napos minden turnus. Reggel 8-tól délután 4-ig tartózkodnak a táborozók a helyszínen. Napközben egyszer melegételt is kapnak. A 4. turnusban van még hely, amely augusztus elején kezdődik. Bővebb információk az Állatotthon honlapján olvashatók. Az elmúlt hétvégén Baranya vármegyében 7 alkalommal gyulladt ki száraz aljnövényzet. A vármegye tűzoltói Bogád, Romonya, Sumony, Görcsöny, Pécs és Ócsár településeken oltották el a lángokat, megakadályozva a tűz tovább terjedését és a további károkat. Több tűzeset az aratással összefüggésben keletkezett, valamint előfordult kijelölt tűzrakóhelyen is, ahol a kirándulók nem jártak el elég óvatosan, ott hagyták a parázslófát. A régió híreivel folytatjuk. Fekete hétvége volt a mostani az utakon. Tolnában mindössze 24 óra alatt 2 halálos baleset is történt. Pénteken délután az M9-en történt kis ilyen tömegkatasztrófa, szombaton pedig Várdomnál egy férfi repült ki a kocsiból, amiben utazott.
Lécekből készített kereszt, rajta a felirat Sosem feledünk, Dávid. Az elhunyt 21 éves férfi barátai alakították ki a rögtönzött kegyhelyet az út mellett, ahol a sofőr szombaton életét vesztette. Ezeket a képeket a rendőrök készítették a helyszínen, a fehér fiát a Sárpilist Várdonban összekötő úton haladt hatalmas sebességgel. A 20-as kilométer szelvénybe érve az autó eddig ismeretlen okból letért a jobboldali patkára, majd az árokba hajtott, ahol neki ütközött egy cég kerítésének, ezt követően pedig fejtetőre borulva orral az 56-os út irányában állt meg. Az ütközés során az autóból egy fiatalember kizuhant, és ő a helyszínen életét vesztette. Az autóba utazó másik férfi súlyosan megsérült, őt mentőhelikopterrel szállították kórházba. Ezek a képek alig 24 órával korábban készültek az M9-es úton. Itt szintén halálos baleset történt. Egy Dacia próbált kikerülni egy műszaki hibás állókocsit, végül frontálisan csapódott bele a szembejövő nyerges vontatóba. A Dacia az első ütközést követően frontálisan ütközött egy a nyerges vontató mögött érkező Toyota személygépkocsival, majd a második ütközést követően az útpatkán állt meg. Időközben odaért egy Mazda személygépkocsi is Szekszárd irányából, aki a széthullott roncsokra hajtott. A baleset következtében a Toyota egyik hátsó utas olyan súlyosan megsérült, hogy a helyszínen életét vesztette. A balesetben emellett hárman súlyosan, ugyanannyian pedig könnyebben sérült. Meg. A rendőrség fokozott figyelmet kér mindenkitől, aki a forróságban az utakon közlekedik. A kivitelező cég átvette a munkaterületet, így a tervek szerint július 17-én megkezdődnek a fejlesztések a Zöldváros program keretében Szekszárdon. A Tolnai Vármegyeszékhely belvárosa az elkövetkezendő 4 hónapban teljesen megújul. A 870 millió forintos beruházás során 2 hektárnyi burkolatot bontanak fel, és 1,5 hektárnyit újra letesznek, valamint számos utcabútort, játékelemeket és növényzetet telepítenek majd. Átadták a Zöldváros program munkaterületét Szekszárdon, így napokon belül elkezdődnek a fejlesztések a Tolnai Vármegyeszékhelyen. A 4 ütemből álló beruházás első állomása a Liszt Ferenc tér lesz. Itt a burkolatok és a zöld felületek teljes egészében megújulnak majd. A kivitelező cég a lakók és az arra közlekedők türelmét kéri az építkezés ideje alatt. Megkezdjük az előkészületet a nagy mennyiségű és nagyfokú munkavégzés. Ez arra kell számítani, hogy le fogjuk zárni, körbe fogjuk kerülteni, és le fogjuk határolni ezt a munkaterületet. Itt a átjárás csak célzottan lesz, és időszakosan, de folyamatosan biztosított. Nagy gépek, illetőleg nagy teherautók fognak itt közlekedni, bontási munkákkal fogunk kezdeni, ami viszonylag zajos, porosabb. Ebben kérnénk a türelmet és a tűrést a környékben tartózkodóktól. A mintegy 870 millió forintos beruházás keretében megújul a Liszt Ferenc tér, emellette a Liszt Ferenc és a Luther tér közötti soron kiegészülve a Prométheusz parkkal, valamint az úgynevezett 160 lakásos épület és a Babits Mihály Kulturális Központ közötti terület, illetve a Luther tér, a Vosinski és a Kölcsei lakótelep épületei közötti terek felújítása történik majd meg. A projekt megvalósítására 4 hónap áll rendelkezésre. Ez egy kollektív döntés volt, a képviselőtestület és a közgyűlés egyértelműen foglalt ebbe állást, és mindenki nagyon elkötelezett, hogy határidőre, jó minőségben ezek a munkálatok elvégződjenek, és hát hosszú távon szolgálják Szekszárd lakosságának érdekeit. Az önkormányzat a területek előkészítését egyébként már megkezdte a köztéri padok, játszóterek leszerelésével, a Prométheusz parkban a kőburkolat felszedésével, valamint a meglévő és maradó növényzet védelmével. A munkálatok a tervek szerint július 17-én hétfőn indulnak. 7. alkalommal rendezték meg Kisdorogon az Arató napot. A program célja egyrészt az volt, hogy megmutassák a fiataloknak, milyen is volt, amikor mindössze 1 kéziszerszámmal takarították be a kenyérnek szánt gabonát. A megmérettetésen ezúttal 7 székelycsapat indult. A zsűri nem csak az aratást, hanem a ruházatot és a reggelire szánt ételt is pontozta. Kisdorogi templom tornya ide látszik, az én kedves kis angyalom mással játszik. Hagyományos népviseleti öltözékben, kaszákkal, sarlókkal dalolva indultak el a búzamezőre a csapatok, hogy a kijelölt parcellákat lekaszálják. 7. alkalommal rendezték meg ugyanis a kisdorogi aratónapot. Kérjük a munkához az emberi erőt, a betakarításhoz, a kenyérkészítéshez majd az Isten áldását, az Atya,
a Fiú és a Szentlélek nevében. A zsűri tagjai között volt Keresztes Andor atya is, aki a verseny előtt megáldotta az eszközöket. 7-5 fős csapat mérte összetudását, köztük volt a Bukovinai Székelyek Szekszárdi Egyesülete is. Hát ez azért fontos, mert hogy így visszahozzuk a régi időt, a másik dolog, hogy együtt vagyunk, és ez a találkozás, ez ilyen közösségformáló is, hogy mindegyikünk megismeri a másikat, úgyhogy mi másodjára vagyunk itt, először csak nézelődni jöttünk, de most meg aratunk. A program célja egyrészt az, hogy megmutassák a fiataloknak, milyen is volt, amikor mindössze egy kézi szerszámmal takarították be a kenyérnek szánt gabonát, és hogy megtanítsák nekik a kasszálást, a kötélfonást, illetve hogy milyen módon kell sarlóval markot szedni, mennyi kévét kell egy keresztbe kötni. Énekléssel elkezdték az aratást, általában egy arató, most itt úgy van, hogy egy arató megy elől, utána jönnek a maruk szedőasszonyok, és egy-kettő, aki fonja a kötelet. És ráteszik a markot, kötéllel átkötik, és akkor annak is jelentősége van, hogy a kévéket hogy teszik keresztbe, hogy a kalász hogy van, hogyha esik az eső, ugye régen nem tudták azonnal csépelni, mert nem mindegy, hogy folyik le róla a víz, hogy ne rohadjon el a buza. A 7. kisdorogi aratónapot végül a Teveli Székely kör nyerte. A 2. helyet a Kisdorogi Székely Hagyományőrző Egyesület szerezte meg, 3. helyezett pedig a Kétyi Székely kör lett. Híradónk végén baranyai témáink még egyszer röviden. Újabb termelőüzemeknek készítenek elő Nyugat-Baranyában. Vörös kód lépett életbe az extrém meleg miatt, be kell fogadni a hajléktalan, bajba jutott embereket. Szállások kiadása és adózási szabályok, a baranyai NAV tájékoztatója az érintetteknek. Kutyák és sok más állatfajta a táborban. Szerdán tetőzik a kánikula, napközben 32 és 38 fok közé melegszik a levegő, a napsütés mellett már erőteljesebb lesz a gomoly felhőképződés, és többfelé is kialakulhatnak záporok, zivatarok. Hevesebb viharok is lehetnek felhőszakadás, jégeső kíséretében. Erre a Dunántúl északi felé mutatkozik a legnagyobb esély. A déli-délnyugati szél sokfelé megérénkő zivatarok környezetében erős, viharos lökések is lehetnek. Friss hírekkel legközelebb holnap este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint érdekes, akkor azt osztják meg velünk is, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!